Üdvözlöm Önöket! Színház dömping volt az elmúlt két hétben. A Jancsi Bohóc Bábszínházi Egyesület is farsangi bőrbe bújt. Új bábjátékkal kedveskedtek a gyerekeknek és minden mesekedvelőnek a Farsangoló Nyulak című előadással. Az adai közönség láthatta a mesét az Adai Színház teremben. Az Adai Színházban is megérkezett a farsangi hangulat. A gyerekek és minden mesekedvelő a Jancsi Bohóc Bábszínház Egyesület új mesét láthatja. A Farkas és a Medve című tavaszváró mese után most a Farsangoló Nyulak következnek. Nagyon szép farsangi ünnepséget, jaj, de várom már, én is! Farkas bizony csodálatos! Nagy volt a nyüzsgés az Adai Színház teremben. Megteltek a székek és padok a kíváncsi gyerekekkel, akik izgatottan várták, mi történik az erdőben a farsangi időszak alatt. Páran még be is öltöztek, mint például a meseszép indián lány Kanalas Hanna. Mit láttál a mesébe? Elmeséled nekem? Rókát, meg farkast. Milyen állat volt még a mesében? Nyuszi. És mit csináltak a nyuszik? Táncoltak. A nyuszi, meg a farkas. Volt még valaki az állatok közül? Ott a nyuszi. A Jancsi. És mit csináltak? Mit ünnepeltek? Farsangot. Te szereted a farsangot? Igen. Róka, farkas, nyúl, még egy nyúl volt benne, meg egy madár. Te szereted a farsangot? Igen. Szoktál jelmezt viselni? Milyen jelmezt szeret? Az ovimba Elza van. Hány éves? Hogy voltam, és a hetedik életévenben vagyok. És elmeséled, hogy mit láttál a mesében? Miről szól a mese? A farsangról. És ki, milyen állatok vannak? Nyuszi, farkas, róka. Te szereted a farsangot? Szoktál, milyen jelmezt szoktál hordani farsangkor? Én farsankor nem öltözök be, de ma farsankor hóbagolynak fogok. A mesét a szülők is nagyon élvezték, sok tánc és dal kísérte a 20 perces előadást. Volt, aki táncoló nyulak, de beöltözött róka is. Az erdő állata is jelmezbe bújtak, előzték a telet, de a gonosz rókát és a farkast is. Sokkal fontosabb, hogy bábszínházba járjanak, mint a tévé előtt ücsörögjenek. Mégis ez interaktív, lehet hozzászólni, és a fantáziájuk is mindjárt jobban pörög. Most voltunk másodszor, én azért tartom fontosnak, mert így sokkal jobban fejlődik a képzeletem, mint otthon, amikor a tévét nézi, vagy én mesélek, jobban el tudja képzelni, hogy mi is történik az előadáson. A gyerekek nagy kedvencei a kesztyűs bábok, amik állandó mozgásban vannak. Emellett nagyon látványosak és színesek is, főleg farsangi jelmezben bújva. A Jancsi Bohóc Bábszínház Egyesület tagjainak fontos, hogy a gyerekek feloldódjanak, a félénkek is bátrabbak legyenek a mese által, emellett, hogy megismerjék a hagyományokat. A kesztyűs bábok azok nagyon jól kimutathatják az érzelmeiket, tehát nagyon jól tudunk velük imitálni dolgokat, hogy most megijedek, vagy félek, vagy örülök, vagy bármi. A gyermek könnyen hozzá tud jutni, megsimogathatja, megölelheti, tehát így magához veheti nagyon sok olyan gyermek, aki esetleg félénkebb, és akkor így felbátorodik a báb, mikor megközelíti, és hát valójában elfér mindenhol, mindenhol, bármikor kézhez kaphatjuk, ha ebb szükség van, és valakit meg kell vigasztalni, akkor ez ott van. Állatmesékhöz használjuk, tehát minden kis állatka felvonul. A mai előadáson is a Farsangoló Nyulak című mese fog
előadásra kerülni, és ott is ugye a félénk is nyuszikákat a róka és a farkas meg akarja enni, de ugye a kisfondorlatos nyuszikák és a többi állat segítségével mégis túljárnak a ravaszdik eszén, és végül minden jóra fordul, és ezzel a mesével még azt is szeretnénk bemutatni a hagyományainkat, hogy a gyermekek megismerjék, hogy mi is az a farsang, mikor van, mit ábrázolunk vele, vagyis mit űzünk el, mit várunk vele, tehát hogy a télűzés, úgyhogy ezzel szeretnénk egy kicsit a hagyományokat is feleleveníteni. A sikeres mesét már több településen is előadták, a következő bábjáték pedig a Kacor király lesz, amit a Bábozás világnapja alkalmából adnak elő a mesekedvelők számára. Emellett egy pályázatot is meghirdettek. A következő tervünk pedig március 21-e Bábozás világnapja kor. Reméljük, hogy megvalósul. Pályáztunk Adaközség önkormányzatánál, és sikeresen meg is nyertük, mégpedig a mese, író és bábkészítő pályázatot, ahol Adaközség kicsinyei nagyjai egész 4 évestől 99 éves korig mesét írhatnak már is, akik tudnak 10 éves kortól, akik pedig ügyesek, azok készíthetnek bábot. És ezáltal is szeretnénk népszerűsíteni a mesét, az olvasást, az írást, tollat ragadni és egy kicsit félrevonulni a számítógéptől vagy a mobiltelefontól, és a képzeletet szárnyára engedni. És ugyanúgy a ollót, papírt, ki miből szeretne, anyagból, botból, bábból kész, és másféle anyagokból készíteni bábot, vagy osztályok összefogjonak, vagy csoportok, vagy egyének is, bárki. A sok mesét és rajzot a színházteremben fogják kiállítani, a legszebb munkák díjazásban is részesülnek. A legjobb mesét pedig az Egyesület színpadra is fogja vinni a gyermekhét alkalmából. Nagy sikerrel mutatta be a Ludas Matyi című táncmesejátékot a Szabadkai Gyermekszínház. Hernyák György rendező teljesen újszerűen állította színpadra jól ismert mesét. Az előadás rendezője szerint a mai napig viták folynak arról, hogy a Ludas Matyi vajon Fazekas Mihály meséje, vagy egy általa lejegyzett népmese. Ezt a darabot Hernyák Zsóka írta. A Ludas Matyival már sokan, sokféleképpen foglalkoztak, mondta Hernyák György. Azt találtuk ki, hogy ez egy zenés Ludas Matyi lesz. Most nem akarom azt mondani, hogy opera, mert tulajdonképpen nem az, de ez nem újdonság, hanem bejött ebbe a Ludas Matyiba, ebbe az előadásba bejött a néptánc, és bejött a Comédie dell'arte, ami ugye egy középkori színházi műfaj, ezért volt itt Ritz Ármin, hogy ezt valami módon megfogalmazza, ezt a három dolgot, a zenét, amit Bakos írt, Bakos Árpád írt, a néptáncot és a Comédie dell'arte elemeit. Így lett egy ilyen furcsa, amalgámszerű valami zenés műfajú gyerekszínházi előadás. Mit gondol, emészthető a kisgyerekek számára? Tehát egy ilyen zenés Ludas Matyis előadás? Igen, hát én mindig afelé tendálok, hogy ne egy rétegnek szóljon az előadás, hanem szóljon ez az 5 éveknek is, a 12 éveknek, és anyunak is, apunak is, akik ide eljönnek. A kis Ludas Matyit Magyarka Márkusz, a szabadkai Kizúr István általános iskola 7. tanulója játssza, amikor pedig már felcseperedik, és háromszor adja Döbröginek vissza, ott már Varga Benyámin lép színre. Őszintén szólva, magára Matyira jutott legkevesebb idő, hogy azt megformáljam. Azt legfőképp inkább magamból építem fel, révén, hogy ugye van még két másik karakter, az olasz ácsmester és a német doktor, és valójában, mivel aféle Commedia dell'arte-szerű stilizált dolog megy azoknál, így inkább arra lett nagyobb hangsúly fektetve, úgyhogy azzal törődtem inkább. Szerintem ez egy olyan előadás, ami attól függetlenül, hogy gyerekszínházról beszélünk, mindenkit szórakoztat. Igazából a legegyszerűbb poénokon
mindenki tud nevetni, tényleg minden korosztályt megérint. Nekem meg igazából személyes kapcsolatom az onnan van, hogy még kiskoromból VHS-en néztem a Ludas Matyi mesét, és imádtam. A cél az volt, hogy ami kifejezhető zenével, tánccal, mozdulattal, ott ne terheljék a közönséget szöveggel. A koreográfus Kovács Tibor Egerből érkezett, és igazi kihívás előtt állt. Gyakorlatilag a koreográfia abból áll, hogy a zeneszerző állított elém egy zenei lehetőséget, és abból merítettem azt, hogy milyen magyarországi néptánszerületről lehetne ide csalogatni lépéseket, amiket tudunk majd használni a Ludas Matyiban, és ezért válik majd egy picit olyan népies sír, mert hát eredeti táncát nem nagyon tudjuk előtt adni, mert a zene is változás, az is egy feldolgozás. És hát a koreográfia arról szólt, hogy erre a adott zenére élethűen és népiesen egy picit hogyan lehet fölépíteni egy mozgásrendszert. És milyen ez az adott zene, illetve Magyarország melyik térségeinek zenét használták fel? Gyakorlatilag a motívumok azok több felől jöttek, mert ahogy a zenei motívum kívánta, onnan csalogattam itt a lépéseket, de egyébként alapjában Dél-Magyarország. Tehát egy nagyon-nagyon-nagyon picit érintettük itt a szerbiai részt is, és a szerbiai Magyarország területéről is csempésztünk bele egy pici kis motívumsorot. A Ludas Matyi zeneszerzője, Bakos Árpád, megpróbálta lekövetni a rendező koncepcióját és azzal valahogy azonosulni. Hát az operett elemek nekem egy kicsit újak, és meg is riadtam tőlük, remélem, hogy azért nem gondolja senki, hogy operett zenét készítettem az előadáshoz. Én próbáltam a Hernyák féle koncepciót követni, azzal valahogy azonosulni, és egy olyan zenei világot kitalálni, amiben megél az ő elképzelése, amiben könnyen tudnak a színészek azonosulni, amivel, és amiben a táncok is nagyon szépen megélnek, hát Tibor remélem, hogy kitett magáért. Az előadás zenéje gyakorlatilag miről szól? Hát miről? Hát az előadásról szól, próbáltam követni azt az utat, amit végigjár ugye a főhős egészen otthonról, a végig, amikor is ugyan megtörténik a remélhetőleg megtörténik az a fajta változás, vagy átváltozás, vagy fölébredés, ami döbrögi szempontjából nagyon fontos, mert hát számomra arról szól, hogy megváltozik-e valaki, illetve meg tud-e változni, és milyen áron? Az újra gondolt Ludas Matyi érdekes a gyerekeknek és a felnőtteknek egyaránt. Bemutatták az Újvidéki Színházban az Egy Város Monológia című monodrámát. A darabot a Várt Klub Vajdasági Művészeti Társulat vitte szélre. A színészek szóban, illetve zenével és vetítéssel kísért mozgáscentrikus jeleneteken keresztül tárták a nézők elé Újvidék jelenét és múltját. Az Egy Város Monológiai című előadás olyan kérdésekre keresi a választ, hogy mit mesélne egy pad, egy vár, egy busz vagy egy híd, ha beszélni tudna. Mit mondana a Duna vagy a hajdani Szent Háromság szobor, illetve hogy érzi magát mostanában a strand vagy a péterváradi nagy óra. Egy város életének meghatározó eleme a tömegközlekedés is, és sokan az első benyomásokat egy autóbusz ablakán keresztül szemlélődve szerzik. Hát számomra egyértelmű volt, hogy ezt a témakört fogom választani, illetve ebből az irányból fogom megközelíteni ezt a témát.
mert valahol az első emlékeim között van ez is, amikor elkezdtem járni egyetemi felkészítőkre, hogy megérkeztünk ugye a buszállomásra, és most hogyan jussunk el az egyetemi városig. És akkor mondták ott, hogy a négyesre kell felszállni. És először csak azon a vonalon utaztunk, és máson nem. És akkor ugye az évek során nyilván feltérképeztük a többi vonalat is, amikor mentünk az Exitre, ugye akkor a 9-esre, és akkor így, ahogy megmaradtak ezek az emlékek, valahogy úgy gondoltam, hogy ezáltal érdemes erről beszélnem, meg ugye a családi vonatkozás is, hogy a szüleimnek van egy fuvarozó vállalata, és úgy gondoltam, hogy ez ilyen érdekes tud lenni. Nem tudom, tehát, hogy ez valahogy mégiscsak belőlem szól, úgy őszintén. Örülj szemem, látod s eljelt több évszázadnyi vér. A színészek most nem más emberek, hanem műemlékek, jelentős városi helyszínek bőrébe helyezték magukat, és saját meglátásukon keresztül közvetítették történetüket. Mindenki választhatott magának egy jellegzetességet, ami Újvidéket jellemzi, vagy amiről biztosan mindenkinek Újvidék jut eszébe, és hát írt egy monológot, vagy egy dalt esetemben. És hát ki hogy látta jónak? Valaki kicsit mélyebben belásta magát, esetleg a történelembe jó és rossz oldalát is bemutatta a dolgoknak, vagy a történelem alakulásának. Van, aki nem. Nyilván nem akartunk senkit elszomorítani, vagy most nagyon sebeket felszaggatni. Viszont vannak dolgok, amikről beszélni kell, amik jó, ha nem merülnek feledésbe, de igyekeztünk inkább a pozitív oldalát megközelíteni a dolgoknak. Az előadás Szalai Elor Emina ötlete volt. Ennek alapján dolgozta ki a koncepciót Czernkovics Gabriella, aki a darab rendezője, koreográfusa és egyik szereplője is. A színészek közül szinte senki sem született újvidékiként, hanem életük bizonyos pontjaitól kezdtek el kötődni a városhoz, helyszíneihez, jellegzetességeihez. A várost máshogy élik meg úgy a különböző nemzedékek, mint a helyiek és az új lakosok. Beszélgettünk több emberrel, és aki eredeti újvidéki, meg hát nyilván Klem Dávid, aki a zenéjét készítette az újvidéki, tehát ő az, aki ugye a szelleme az egésznek, ezért is, tehát a zenéje az el is árulja. Szerintem tehát más, valamilyen szinten máshogy élik meg azok, akik nem újvidékiek. Illetve most eszembe jutott, hogy Pongó Gábor tulajdonképpen majdhogy nem. Tehát ő gyerekkora óta jár, tehát jelen van az újvidéki életben. És ebből kifolyólag, hogy aki nem újvidéki, az nem tudja a gyerekkortól visszavezetni, és nem látja tisztán, ahogy a város honnan, hová jutott el, nyilván gyerekkorától kezdve. Én azt tudom, hogy én amióta itt vagyok, azóta azt a változást látom, és óriási változás. És akkor ezért is beszélgettem emberekkel, akik itt éltek, hogy tudjam, hogy az, amit én nem láttam, hogy az milyen volt. És próbáltunk még messzebbre menni, nyilván utána olvastunk, meg kérdezgettünk, és hát érezhető generációnként a különbség gondolatban és érzetben is, hogy ki hogy beszél a városról. A színpadi eseményeket végig kíséri Klem Dávid zenéje, a vizuális hatást pedig Szalai Bence videója erősíti, valamint a színpadon született meg Németh Andrea képzőművészeti alkotása is. Jó, megpróbáltam, de az majdnem ugyanaz, nem igaz. De persze, a jó idők nem tartanak örökké. Kultúrajánló. Kanizsával kezdünk. Március 7-én 18 órától a Knesa Oktatási és Művelődési Intézményben, a Knesa OMI szervezésében, a Magyar Nemzeti Tanács támogatásával ringató foglalkozást tartanak. Ez egy zenés játékos mondóka, 0-3 éves babák és szüleik számára.
Március 8-án kedden 19 órától a Művészetek Házában, szintén a Knessa Omi szervezésében Szerelem, bor és zongora Milos Rádovics nőnapi koncertjét tekinthetik majd meg. Zenta. Március 9-én és 10-én a Zentai Magyar Kamaraszínházban, ugyanúgy a Zentai Magyar Kamaraszínház előadása, a Novecento című monodráma lesz látható 19 órától. A Kosztolányi Dezső Színházban Szabadkán, március 5-én Béres Márta One Girl Show című előadását láthatják 19 óra 30-tól. 13-án, szintén a Kosztolányi Dezső Színházban pedig Döbrei Dénes rendezésében a Nyári Mozi Társaság bemutatja a Terra Vojvodina című előadást 19 óra 30-tól. A Szabadkai Gyermekszínházban március 5-én a Tiri Tarka Haragtár című előadás lesz látható a kicsiknek ajánljuk 4 éves kortól, tehát szombaton 11 órától. Ezek voltak március elején, 2 hét múlva ismét várom önöket, viszontlátásra!